A jászságban a munkanélküliek száma folyamatosan csökken. Ennek ellenére idén tavasszal is sokan érdeklődtek munkalehetőségek iránt a jászsági állásbörzén. A rendezvényt Pócs János országgyűlési képviselő nyitotta meg. Ma, amikor a jászságban elértük, hogy gombamód szaporodtak a munkahelyek, akkor biztosítottuk annak a lehetőséget, hogy mindenki ízlése szerint, elvárása szerint tudjon válogatni. A jászságban kicsivel több mint 4% a munkanélküliek száma. Ennek ellenére a terem zsúfolásig megtelt. 26 munkáltató több mint 1600 állást kínált a munkanélküli vagy munkahelyet váltó érdeklődőknek. Gyakorlatilag egy alig 4% feletti számadattal kalkulálhatunk a jászság tekintetében, és 3% alatti számadattal kalkulálhatunk Jászberény városa esetében, ami szintén azt gondolom imponálónak mondható, mint ahogy igen magas az a számadat is, amit a foglalkoztatási osztályunk munkatársai prognosztizáltak, illetve értek el az elmúlt időszakban, ami gyakorlatilag csak az idejében mintegy 1600 állás közvetítést jelentett a munkáltatók irányába. Az állásbörzén a cégek, vállalatok megkapták a lehetőséget arra, hogy potenciális munkavállalókból válogassanak, illetve megismerhessék a jelentkezők igényeit, elvárásait és felkészültségüket. Mi a Fortaco ZRT-nél továbbra is kifejezetten szakmunkásokat várunk, hegesztőket, lakatosokat, gépiforgácsolókat, hiszen ezek a szakmák, hiányszakmák nálunk is. Elsődlegesen szakmunkás bizonyítványt várnánk el, hiszen ez az alapja egy hegesztő lakatos munkának, illetve valamilyen tapasztalat nagy hegesztett acélszerkezetek gyártásában. A délelőtt folyamán számos önéletrajz cserélt gazdát. A rendezvényre nem csak az álláskeresők látogattak el, hanem azok is, akik váltani szeretnének. Szakképzett bolti eladó vagyok, hát itt általában operátorokat keresnek. Most olvastuk az Erzsébet kórház, hogy különböző szakterületekre keres ápolókat, szakasszisztenseket, tehát az mondjuk nem az én területem. Úgyhogy ami nekem volna, az csak az operátor. Az aktuális helyi álláskínálatok mellett támogatási és képzési lehetőségekről, külföldi munkáról kaphattak tájékoztatást az érdeklődők, illetve jogi tanácsadást is igénybe vehettek.